Mindenkinek különböző problémája van az életben, de valamiben mindenki megegyezik. Abban, hogy kevés az idő. Abban, hogy valami az idővel jó lenne, ha történne, mert akkor sokkal élvezetesebb és jobb lenne az életünk. Beszéljünk kicsit az időről. Arról az időről, ami téged vagy segít, vagy bánt, de úgy gondolod, hogy ezen nem tudsz változtatni. Beszéljünk arról, hogy mi történhet akkor, ha te képes vagy az időt befolyásolni. Egy kicsit kalandozni fogunk több témában. Az egyik téma az az lesz, hogy hogyan legyél örökké fiatal, vagy nem is így, hanem inkább úgy közelítsük meg, hogy hogyan legyél olyan korú, amilyen szeretnél lenni. Mit kell ehhez csinálni? Ezt boncolgassuk egy kicsit. Általában az emberek abból az irányból közelítik meg ezt, hogy fiatalok akarnak lenni, keresik a titkát az örök fiatalságnak. Igen, ám, de amikor gyerekek voltunk, akkor kerestük a titkát annak, hogy jaj, illetve nem is a titkát kerestük, hanem kerestük azt az időt, hogy sürgettük az időt, hogy minél hamarabb felnőttek legyünk, mert a felnőtt korhoz rengeteg sok jó opció jár, amit mi nem élvezhetünk. Ilyen például a felnőtt filmek nézése, ilyen például a későnfekvés, vagy ilyen például a nagy köpcentés motorok vezetése, vagy ilyen lehet akár a jogosítvány megszerzése, éjszakai kimaradás, ezek mind-mind a felnőtt privilégiumok, és ezért a gyerekek sürgetik az időt, hogy azokká váljanak. Amikor persze felnőttek lesznek, akkor meg szeretnének majd fiatalok maradni, nem szeretnének öregek lenni. Az öregek meg azt mondják, hogy az életnek ez a rendje, most már mindegy, öregen is lehet élvezni az időt. De ott van egy nagyon nagy probléma, amikor élvezzük az időt az egész életünkben, akkor mindenki egy kicsit más időben jár, de még nagyobb probléma, hogy a környezetünk, és talán mi magunk is a környezetünkre így vagyunk hatással, tehát a környezetünk úgy van ránk hatással, hogy egyszerűen megmondja, hogy hogyan éljünk, milyen idő szerint, mármint hogy hány évesek vagyunk. Mondok rá néhány példát. Szóval elvárják tőled, hogy viselkedj felnőtt módra, elvárják tőled, hogy viselkedj úgy, mint egy apa vagy egy anya, elvárják tőled úgy, hogy viselkedj úgy, mint egy értelmes ember, vagy viselkedj úgy, mint a korodnak megfelelő ember, éppen amilyen korodnak megfelelő vagy, és ezzel tulajdonképpen rögzítjük azt, hogy te hány éves vagy. Például azt mondja egy orvos, egy nagyon távoli barátomról van szó. Természetesen azt mondja az orvos, hogy hány éves is ön? Mondtam, hogy hány éves vagyok. Hát akkor bizony meg kéne néznem egy másik oldaláról önt, mert ebben a korban ezt már így szoktuk. Én meg úgy gondolom, hogy nem vagyok annyi idős, hogy a másik oldalamról nézzenek meg. És tartom ezt, úgy is viselkedek, ahogy éppen jól esik, és olyan dolgokat teszek, ami nekem éppen akkor jól esik, és nem olyat, amilyet a koromnak megfelelően kell csinálni. Nagyon érdekes dolog az például, hogy ránéznek az emberre, hogy megy az utcán, akárkivel, és az szerint, hogy mit látnak, hogyan van öltözve, kivel van, az szerint megítélik azt, hogy ő kicsoda, micsoda, és ezekből a tekintetekből vesszük észre, hogy öregedtünk vagy fiatalodtunk. Mi lenne akkor, hogyha nem kapnánk állandó visszajelzéseket a korunkat illetően, mint például, jaj, de csinos vagy aranyoskám, pedig már hogy eltelt feletted az idő? Vagy milyen jól nézel, pedig ebben a korban bizony nagyon kevesen néznek ilyen jól ki. Vagy azt is, hogy jaj, de jó kis kölyök képed van, jaj, maradj mindig csak ilyen kis fiatal. Ugye ez a másik irányból van. Vagy sorolhatnánk, mindenkinek megvan a saját élménye. Na nézzük, hogyan leszel örökké fiatal. Hát először is, ha fiatal akarsz lenni, akkor élj úgy, mint egy fiatal. Akkor élj fiatalok között. De ez nem azt jelenti, hogy vénfasz vagy, és állandóan lemész a lakótelepen a padokhoz, és ott a fiatalok között gördeszkázol, hanem azt jelenti, hogy olyan változatosan kell élni, mint ahogy a fiatalok. És ha ezt megkapod, a visszajelzés az lesz, hogy fiatalok fognak téged körülvenni.
vagy ha te szeretnéd, szeretnéd, hogy komolyabban vegyenek, akkor élj úgy, ahogy szeretnéd, hogy minek vegyenek téged, és ne másold ezeket az embereket, hanem figyeld meg, hogy milyen felelősségük van, és azokat a felelősségeket ők hogyan építik be az életükbe, és élj e szerint. És akkor már is felelősségteljes leszel, anélkül, hogy az időt megváltoztatnád, tehát a korodon változtattál volna. Nem leszel koravén például, hanem egyszerűen csak felelősségteljes. Tehát gondolkozz úgy, ahogy a többiek, és ebből a szempontból nem is az a titok, hogy fiatalnak kell gondold magad, amikor idősebb vagy, hanem az, hogy megfigyeled a fiatalokat, hogy hogyan viselkednek, visszaemlékezel arra, hogy te hogyan éltél ebben a korban, és ezt a kettőt elkezded közelíteni, csak úgy játszásdiból, tehát nem komolyan véve. A visszajelzéseket természetesen nem szabad meghallgasd, ami a környezetedből jön. Nem szabad tudomásul vedd azt, hogy valaki megkérdezi a korodat. Volt egy ilyen negatív élményem, hogy születésnapomon elmond, nem negatív, engem aztán kurára nem érdekel, de azért mégis úgy megbökött, hogy már a születésnapomon hányan mondták már ki, hogy hány éves vagyok. Ráadásul ebből a legtöbbi azt mondja, hogy jaj, ki sem akarom már mondani, nem akarlak téged bántani, hogy ennyi és ennyi idős vagy. És ez minden szülinapi köszöntésnél ez így zajlik. Miért nem csak azt mondjuk, hogy boldog születésnapot kívánok neked? Na most megfogtuk ezt az egész problémát onnan, hogy örökké fiatal szeretnék lenni, és hogyan is működik ez. Egyébként működik ez. Ennél többet nem akarok erről beszélni, ha nagyon érdekel, akkor szemináriumokon ez állandó téma, hogy hogyan éljünk különböző korban, mármint hogyan éljünk különböző korosztály szerint, hogyan éljük más életét, legalább annyira, hogy megértsük, aztán persze visszatérünk a sajátunkhoz, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ugyanez a metódus akadályoz meg téged például a sikerben vagy a boldogságban. Egyszerűen a környezeted tudomásul veteti veled, hogy sikertelen vagy. Tudomásul veteti veled, hogy valamit nem tudsz megcsinálni. Tudomásul veteti veled, hogy ügyes vagy, pedig például nem vagy ügyes. Lásd tehetségkutató versenyeknek a selejtezőit. Tehát nagyon káros egy az egyben hallgatni a környezetünkre. Még ezt folytatnám, de ha már az időről van szó, most eszembe jutott, hogy lassan egy éve, hogy ezeket a publikus vlogokat gyártom. Vannak más bejegyzéseim, amelyek nem publikusak, illetve majd publikálva lesznek az applikációban, ahol az online akadémián, ahol majd nézheted, sokkal több ilyen bejegyzés van, rengeteg kérdés és rengeteg válasz. És elgondolkoztam azon a minap, hogy abba hagyjam-e ezeket a megosztásokat. Tehát továbbra is fogok kérdésekre válaszolni, és továbbra is rengeteg kérdést kapok, és ezeket felveszem videóra, hogy megválaszolom, és valahova fölrakom, mondjuk az applikációba, de a kérdés az, hogy kirakjam-e továbbra is a YouTube-ra, vagy a Facebook-ra ingyenesen elérhetően. Megmondom, miért fetődött fel a kérdés bennem. Egészen egyszerűen azért, mert nem érzem azt, hogy ennek van értelme, tehát nem érzem motiváltnak magamat ebben. Tehát nincs az, hogy olyan visszajelzések lennének, hogy igen, ezt folytatni kell. Na persze most nehogy megírd nekem, hogy Sanyi, folytasd, hanem oszd meg. Tehát a visszajelzés számomra az, hogy megosztod. Tehát például ezt a videót most megnézi X ember, és eljut X emberhez, és a következő videó X plusz emberhez jut el, és a következő X plusz emberhez jut el, tehát ez az, amit minden más vlogger úgy fejezi be, hogy elmondja neked, hogy subscribe-oljál, oszd meg a videót, lájkold a videót, ha tetszett, stb. Én ezeket nem mondom el, én elmondom a válaszaimat, végén kiírom, hogy persze ott van valami, amit megnyomhatnál, és terjeszthetnéd, de valljuk be őszintén, ha én nem kapok olyan visszajelzést, ami a dicséreten kívül mondjuk egy fizikálisan érezhető visszajelzés, mint például egy megosztás, hogy látom, hogy növekszik a tábor, akkor nyilván nem megsértődöm ezen, csak nincs miért csinálni. Szóval
ettől függetlenül az biztos, hogy még befejezem az egy évet, tehát 52 vlog lesz, hogy utána az 53-at megosszam-e, vagy sem, ez egy nagy kérdés, ez rajtatok áll, hogy tudtok engem motiválni megosztásokkal. Visszatérve az időhöz, az idő bár telik, de mindenkinek megvan a saját ideje, az idő formálható, ennek megvan a módja, és az idő egy kicsit becsapható, és ennek is megvan a módja. Tehát hogyan legyél fiatal, úgyhogy nem veszed figyelembe azokat a jellegzetességeket, amelyeket rád nyom a környezet, hogy ha ezt csinálod, akkor már öreg vagy, ha ezt csinálod, akkor fiatal vagy. Hanem figyelembe veszed és megfigyeled a fiatal generációt, azt a generációt, aki most jelent meg, megfigyeled az egy évestől kezdve akár a 20 évesekig, megnézed, hogy hogyan élnek, mi a dinamikájuk, és megnézed azt, hogy te mit szeretnél, és mi az, ami neked számodra kellemes és jó élet, és ezt a kettőt elkezded közelíteni egymáshoz, tehát megismered őket, nem őket akadályozod, hogy olyan öregek legyenek, mint te, hanem te kezdesz úgy élni, ahogy ők élnek. Ez a titka. Hogy ennél pontosabban mit lehet tenni azért, hogy fiatal legyél, és semmilyen ráncod ne legyen, azt majd elmondom személyesen valamelyik szemináriumon. Tehát légy nagyon boldog, én csak ezt kívánom. Na jó, lejárt az idő, jönnek hozzám konzultációra.